A 16. helyen zárt a Nilfisz Kanizsa tornaklub hármasa 11-17 évesek számára rendezett akrobatikus tornavilágbajnokságon. Magyarországot a kanizsai trion kívül még két egység képviselte, a Grassalkovics ese hármasa 20. lett, míg a Balansz ATC párosa 14. helyezést szerezte meg. Kiváló előjelekkel hangolt a világversenyre a Lukás Lee, Horváth Dorottya Júlia, Német Rozália 3-as, hiszen megnyerte az akrobatikus torna magyar bajnokságot. A Genfi megmérettetésen két gyakorlatot kellett bemutatniuk a lányoknak, az első kör után reális esélye volt arra a kanizsai triónak, hogy bekerüljön a döntőbe. Ez végül nem sikerült, de így is elégedetten zárták a megmérettetést, amin több mint 500 versenyző és 24 nemzet mérte össze a tudását. A Nélfisz Kanizsa Tornaklub elnök edzőjével, Farkasnéból Ildikóval készített beszélgetésünket teljes egészében pénteken Szertá című sportmagazinunkban láthatják. Óriási, úgymond felhozatal volt, nagyon örültünk neki, nehéz volt, a verseny nagyon-nagyon magas volt a színvonal, aminek szintén örülünk. Így meg tudtuk ítélni, hogy mi igazából a világ ranglistáján hol állunk és mint állunk. A lányoknak két gyakorlatot kellett csinálni. Egy statikus és egy dinamikus gyakorlatot. Az első gyakorlat után még úgymond versenyben voltunk a nyolcas döntőig. Aztán a második gyakorlat után egy, egy gyakorlatban egy egész pici Hiba becsúszott, ami azt jelentette, hogy a világranglista 16. helyén végeztünk az egységgel, ami nagyon-nagyon szép dolog, mert a gyakorlatot, amit tudnak, a lányok megcsinálták. Tehát így, mint edző, nagyon boldog vagyok.